Horváth Péter Tádé, az egykori legendás játékos és edző előtt tisztelegve tartottak futballemléktornát augusztus utolsó hétvégéjén Szekszárdon, melyen a régió U13-as csapatai vettek részt, főként Baranya és Tolna megyéből érkezve. Legendás edző volt, mindenki ismerte itt a környéken, az országba, és arra gondoltunk, hogy mindenféleképpen évente minimum két tornával szeretnénk róla megemlékezni. Ugye ő rengeteget tevékenykedett utánpótlás korosztályokban is, ezért terv szerint minden év augusztus végén lesz egy utánpótlás torna, és minden évben télen pedig, ahol felnőttként játszott, illetve edzősködött, felnőtt csapatoknak egy teremtornát tervezünk majd tartani. Összességében a csapatok kiválasztásán az játszott szerepet, hogy Tádé mester hol volt edző, hol tevékenykedett. Jelenleg U13-as csapat nem sok helyen volt, ahol ő tevékenykedett, ezért alakult ki így ez a 8 fős mezőny. A tornával kapcsolatban úgy látom, nagyon jók a mérkőzések, kiélezettek a csaták, még vissza vannak a helyosztó mérkőzések, kíváncsian várjuk, hogy ki lesz a győztes, de elsősorban az eredmény az most nem olyan fontos, hiszen sokkal fontosabb az, hogy egy ilyen nagyszerű emberről megemlékezünk, illetve a gyerekeknek sportolási lehetőséget nyújtunk. Ők is kicsit jobban megismerik, hogy ki is volt a Tádé, illetve a bajnokság előtt mindenkinek egy nagyszerű főpróba, hiszen jövő héten kezdődnek a bajnokságok. Közel 120 gyerek rúgta a bőrt a pályán, de rengetegen jöttek el csak szurkolni is és tiszteletüket tenni Tádé edző emléke előtt. Jelentősége van annak, hogy olyan csapatok találkoztak itt egymással, akik korábban nem találkoztak, tehát egy új impulzust ad a gyerekeknek. Horváth Péter az egy Szekszárdon egy nagyon ismert játékos volt, nekem volt szerencsém edzőjének lenni, mikor ennyi idős volt, mint azok a gyerekek, akik itt játszanak. Egy biztos, hogy élt-halt a játékéről, ezek a gyerekek ugyanezt a attitűdöt átvennék, ami a Horváth Péternél tapasztalható volt. Egy játékos ember volt, aki a játék, a sport az neki mindent jelentett. Azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy ugyanígy támogassák a gyerekeket, hagyják őket békén játszani, hogy ők élvezhessék ezt a játékot, mert ebben a korban ez sokkal fontosabb, mint az eredmény. Szeressék ezt a játékot, hogy egész életükben majd élményt nyújthasson számukra. A tornán kiosztásra került a gólkirály, a legjobb játékos és a Tádé díj is, amit a legjobb szekszárdi játékos kapott, de díjazták a legeredményesebb csapatokat is. Az első három helyezett emlékkupát és érmet vihetett haza.